Amikor előkerül egy éremlelet, az első kérdések mindig ugyanazok. Ki, mikor és miért rejtette el? Adott át egy éremlelet, megállapítjuk az összetételét, megállapítjuk, hogy mikor készültek a bennük lévő pénzek, és ebből nagyjából be tudjuk lőni azt a bizonyos időintervallumot, amikor elrejtésre kerülhetett. Ezek után szorgosan nekiállunk keresgélni egy olyan jól ismert történeti eseményt, amely térben és időben viszonylag közel áll az adott lelethez. Amennyiben csak egy éremleletünk van, amelyben az utolsó pénzek nagyjából 1230 és 1235 között készültek, ebből még egyértelműen nem tudjuk megállapítani az elleltés pontos időpontját. Ha azonban már több tucat ilyet ismerünk, ráadásul egy országnyi területen elszólva, egymástól több száz kilométerre, akkor már joggal gyanakodhatunk, hogy ugyanaz az esemény okozta elrejtésüket, ez pedig logikus módon nem lehetett más, mint az 1241-42. évi tatárjárás. Így született meg a tatárjárás kori kincshorizont fogalma. Egy tipikus tatárjáráskori éremleltet alapvetően két veret csoport alkothat. A külföldi fizetőeszközök csoportját leginkább a 12.-13. századi úgynevezett frizahidenárok alkotják, mellettük szorványosan előfordulhatnak bécsi, kölni és angol pénzek. A denárok eredetileg a szalcburgi érsekek által a karintiai frizak városában a 12. század első felétől vert kiváló minőségű ezüstpénzek voltak. Később ez az álnevezés az eredeti frizahiak mintájára más világi és egyházi pénzverőhatóságok, úgy mint a karintiai és tájerhercegek, andesmeráni grófok, gurki és bábenbergi püspökök, akvilei pátriárkák által a 12-13. század folyamán, főként Karintia és Krajna területén fekvő pénzverdékben kibocsátott denárok gyűjtő fogalmává vált. A magyar pénzek ellenben már ritkábban fordulnak elő, és ekkor is csak két verett csoportjuk. Az egyik a braktáták, azaz egyoldalas lemezpénzek csoportja. Ezek egy részén szerepel a kibocsátó neve, Bélarex formában, vagy ennek a rövidítése, a többi viszont felirat nélküli. A másik az előlapján Béla Rex köriratban kettős keresztes címer díszített denár, amelynek hátlapja nehezen értelmezhető éremképet mutat. Ezeken kívül nagyon ritkán fordulnak elő más, korábbi magyar pénzek a 12. századból, illetve második András korából, negyedik Bélához köthető egyéb pénz pedig egyáltalán nem. Nyilván logikus, hogy 1241-42-ben olyan pénzeket rejtettek el, amelyek éppen a forgalomba voltak, így ez a lelethorizont kiváló pillanatképet és egyben hűlenyomatát nyújtja a negyedik bélakori pénzhasználat és pénzforgalom első éveinek. A kincsekben azonban nem csupán pénzek fordulhatnak elő, de számos esetben tartalmaznak ékszereket és veretlen ezüstöntvényeket, amelyeket a saját korukban ugyanúgy használhattak fizetésre, ahogy a többi írott forrás is alátámasztja. Jelenleg 150 ilyen pénzekkel keltezett tatárjáráskori kincslelet ismert a Kárpát-medence területéről. Hatalmas szám ez, amelynek jelentősége akkor válik igazán érthetővé, ha összehasonlítjuk más időszakok leletanyagával. A teljes Árpádkor esetében számolhatunk összesen nagyjából 300 lelettel, ennek nagyjából felét a tatárjárás idején, tehát bő egy éven belül rejtették el. Történeti jelentőségében és lelet gazdagságában csupán egyetlen időszak mérhető a tatárjáráshoz, mégpedig a 15 éves háború időszaka. Ebből a korból származó leletek száma is elérheti a másfél százat, igaz, ebben az esetben másfél évtizedről van szó. Amennyiben térképre vetítjük a leletek elterjedését, a térkép egyébként 2007-ben a tatárjárás kiállítás katalógusához készült, ennél már jóval több leletet ismerünk napjainkban. Első pillantásra számos érdekes dolog megállapíthatóvá válik. Bár lényegében lefedi a Kárpát-merence területét, jó részt a Dunától keletre első felére, a Dunatisza közére és a Tiszántúra, vagyis a mongol invázió által legsúlyosabban érintett területekre összpontosul, de ezen belül két jellegzetes csomópontot lehet elkülöníteni. Észak-Kelet-Magyarországon, a mai szabolszat már Bereg és Hajdúbihar egy szűkebb területén néhány tucat nyéremlelet került elő. A másik csomópont a Dunatisza köze, a mai Pest és Bácskiskun megyék területén fogható meg. Vagyis a jelenleg ismert kincsleletek több mint a fele két szűkebb régióban helyezkedik el. A Dunántúrról, a felvidékről és Erdélyből jóval kevesebb lelet ismert, az elterjedési anomáliák legkézenfekvőbb magyarázata maga a tatárok pusztítása, amely kifejezetten ezeket a területeket sújtotta leginkább, bár ez nem magyarázza az erdélyi leletek hiányát. Magától értetődik, hogy csak ott rejtettek el éremleleteket, ahol megfelelő fokú volt a pénzhasználat, vagyis a lelethorizont elterjedési vizsgálatánál mindkét szemponttal egyformán kell számolni. Nemrégiben kutatócsoport jött létre Bészabó János, Laszloszki József és Nagy Balázs vezetésével, Tatárjárás 1241, a Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései címmel. A program tucatnál több szakember, köztük régészek, nyelvészek, történészek részvételével folyik. Célja, hogy a legfrissebb kutatási eredmények fényében új megvilágításba helyezze a tatárjárás eseményeit. Lehet, egy év múlva már újabb fejleményekről tudok beszámolni leletfronton is.